Elérkeztünk augusztus utolsó hetéhez. Mindjárt vége a nyárnak, és semmire nem javult a tendencia. Ahhoz képest, amit eddig láttunk. Ez a heti sorstervező üzenet 2020. augusztus 24-től 30-áig érvényes. És képzeld el, hogy a fő inspirációnk, vagy a fő üzenet erre a hétre az a visszatartó erőkártya, ami az előző hét legnagyobb akadálya volt. Tehetetlenség. Sajnos, ha megnézzük a világot most körülöttünk, nagyon sok ember azt gondolja, hogy nem tehet semmit, ezért olyan, mint hogyha megmerevedett volna. Sokan pedig azt gondolják, hogy úgysem számít, amit tesznek, ezért nem kontrollálják magukat. És ennek megvan a következménye. Mert azt nem mondhatjuk, hogy eredmény. Következménye van. Tehetetlennek gondolod magad, mint a hiába való lenne minden fáradozás. Hát újra elmondom, hát ha így előbb megjegyezzük. Tehetetlennek gondolod magad, mintha nem tehetnél semmit a célodért, és hiába való lenne minden fáradozás. Ez pedig elviszi a teremtő erődet. Nézd meg, mit tehetnél mégis a jelenlegi helyzetben, tedd meg, a többit pedig bízd az univerzumra. Mindig lehet valamit tenni. Amire vágysz, annak is célja van veled. A célodat csak neked áll hatalmadban megteremteni, ezért a tehetetlenség illúzió. Tervezd meg a sorsodat, és meglátod, mit tehetsz. Majd tedd meg. Tehát a tehetetlenség illúzió. Különben is, inkább próbáljuk meg, ami tőlünk telik, és ne sikerüljön valami, mint hogy azt mondjuk utána, hogy lehet, hogyha megpróbáltam volna. Én hiszem, hogy tehetetlenség nem létezik. Van, amire éppen nincs ráhatásom, de attól még mindig van, amire igenis van befolyásunk, és ott tehetünk valamit. És szerintem felelősségünk is tenni. Mi tart vissza a legjobban minket ezen a héten? A félelem. Tudod, a félelem az, amikor csak félig működnek bennünk az elemek, amikor semmi nem jön össze. Vagy azt teremtjük meg, amitől félünk, vagy pedig az utolsó pillanatban gellert kapnak a dolgok. Mi a legnagyobb félelmed most? Mennyire reális, amitől tartasz? A félelmeid tartanak vissza a jelenlegi szinteden. Mi a legrosszabb, ami történhet? A legtöbb dolog, amitől félünk, nem valós, és nem is következik be, a tudatalattink játéka. Ami bekövetkezik, az pedig mindig megoldható, mert akkor már felismerhető és megfogható. Nem baj, ha félsz, félve is teheted a dolgokat. A cselekvés, az energiák áramoltatása oldja a félelmet. Ne hagyd, hogy a félelem megbénítson és leblokkoljon. A tehetetlenség félelemmel párosulva, szerintem közésen veszélyes. Gondold át, hogy mi az, amire van ráhatásod, és gondold át, hogy alapos indokod van-e a félelemre, mert ha nem, kezdj el cselekedni, és legalább valami történik. Mi az, amit most használni tudunk? A hit ereje. Hát ezek után lassan tényleg nem marad más. A hit felerősíti az energiákat. Miben tudsz hinni? Nem elég, ha tudod, mit akarsz elérni, a hit ereje segít megteremteni. Higgy abban, amire vágysz, abban, amit csinálsz, higgy abban, hogy az életterved részét képezi, ha pedig másban nem tudsz, higgy az univerzumban. A hit felerősíti az energiákat. És ha megnézzük, most olyan blokkjaink vannak leginkább, vagy nézzük a vírus helyzetet, ami erre a területre, a torokcsakrára megy rá. És a torokcsakrához a hit tartozik többek között. Tehát ezek a légúti allergiák, a légúti fertőzések, és azok a dolgok, amikben benne vagyunk, most abszolút a hit hiányt mutatják. Mindegy, hogy miben hiszel, ahogy neked jól esik hívni. De valamiben mindenki hisz. Ha ezt fel tudod erősíteni, és meg tudod szilárdítani magadban, akkor van mibe kapaszkodnod. Mi lehet az eredménye? Megértés. Hát ez most bőven ránk fér.
megértetted, mi zajlik benned és körülötted, eléred a kívánt eredményt. Hát így legyen. Megértetted, mi miért történik, és mi szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon, amit szeretnél. Ha érted, hogyan működik a teremtő erőd és a teremtés folyamata, akkor jobban is működik, hiszen van célja és iránya. Már csak meg kell tenned a megfelelő lépéseket, és eléred a kívánt eredményt. Hát én ezt kívánom mindannyiunknak. Hidd el, hogy nem vagy tehetetlen. Tedd meg azt, amit tudsz, akkor is, hogyha éppen félsz. Amikor félelemben vagy, gondolj valami olyan dologra, vagy olyan valakire, vagy egy helyzetre, ami aki megnevettet, vidámmá tesz téged, örömet okoz, mert ha ilyen dolgokra koncentrálsz, olyan érzések és energiák erősödnek fel benned, amik mellett az a görcs és a görcsös félelem feloldódik. Utána nézd meg, hogy miben tudsz hinni, vagy kiben tudsz hinni, és koncentrálj arra, hogy megértsd a dolgok és a körülmények lényegét, és azt, hogy mi a szerepük az életed, a te életedben, és mi a te szereped ebben az egészben. És akkor a szeptember havi sorstervező üzenetben, meg az őszi-téli heti sorstervező üzenetekben már sokkal pozitívabb dolgokat tudok mondani. Nagyon bízom benne, hiszek benne, hogy erre minden lehetőségünk adott. Rajtunk nyúlik. Ugye én nagyon szép hetet kívánok. És ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy iratkozz fel, kattints rá a leírásban található linkekre.